Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk kint a vásártéren, és újból sertések vannak a karámokban, hiszen ott voltunk ősszel, amikor a Dérini Kulturális Központban volt egy megbeszélés a sertéstartó gazdák részéről, az Ocean részéről. Szikla Péterrel beszélgetünk, hiszen azóta megvalósult az, amit ígértek. Ma van az első szállítási nap, úgy tudom. Igen, jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket. Valóban ősz végén jöttünk le először Karcagra, és egyeztettünk a helyi gazdákkal. Aztán azóta jártunk már lent többször is, kialakítottuk a programunkat, illetve már elkezdődött február folyamán az állományok szemlézése, és ma van az első átvételi napunk, úgyhogy mi is örömmel vagyunk itt. Örömmel találkozunk ismét a most már ismerős arcokkal, úgyhogy várjuk a további gazdákat, és lehet még csatlakozni a programhoz. Tehát várjuk a tartókat, akinek most is van állománya, vagy aki szeretne kismalacot letelepíteni. Helyi koordinátorunk van folyamatosan, Kósa Zoltánt lehet keresni, a Dániel úr az állatorvosunk, illetve a program helyi mentora Domján Sándor úr. Bármikor meg lehet őket keresni, illetve a mi elérhetőségünk is itt van az irodában, illetve az említett uraknál itt van, bármikor szívesen tájékoztatunk mindenkit, szívesen jövünk szemlézni, és a jövőben pedig úgy tervezzük, hogy nyáron már heti többször is állományátvételt fogunk itt a vásártéren lebonyolítani. Ma azért láttuk, hogy olyan 8-10, nem is tudom itt hirtelen, hogy hányan lehetnek. Hány gazdától vesznek ma a sertést? Több mint 50 disznót viszünk el. Tudomásom szerint 8 tartótól. De ma délután is a munkatársaim járják tovább a tartók telepeit, és folytatódik a számla. Köszönjük szépen, és itt mondták a gazdák is, hogy azért is jönnek önökhöz, mert kedvezőbbek a feltételek, mint ahova eddig vitték, meg egyrészt helyben van, tehát azt hiszem, hogy ez is egy fontos lépés. Tehát mi háztáji jellegű disznót vásárolunk, ennek több paramétere van, megvan, hogy milyen körülmények között kell tartani, fontos, hogy a hagyományos gabona alapú takarmányozás menjen, és mi ezt a pluszt, amit kérünk a tartóktól, meg van egyfajta meghatározás is, más a vágás is új is, mint az ipari sertésnél, de ezt a vidéki ember nagyon jól tudja. A vidéki ember, amikor disznót vág, akkor nem ipari disznót vág, mi sem otthon, én is vidéki ember lévén, úgyhogy mi ezt meg is fizetjük, ezt a különbséget. De fontos, hogy az állatok ellenőrzöttek legyenek, állatorvosi kontroll alatt vannak, a gyógyszerezés, hogyha kell, ellenőrzött, és minden takarmány. De ezért mi plusz fizetünk. Akkor reméljük, hogy tényleg tartós lesz, és évvégén beszámoltunk arról, hogy a 3000 sertést elvitték a karcagi tenyésztéktől. Én ehhez önöknek jó munkát kívánok, és találják meg azokat a hiányzó sertéseket, ami még ehhez hiányzik. Köszönjük szépen! Ahogy itt többen fogalmaztak, rég volt ilyen, hogy itt végre malacokat, sertéseket lehetett látni. Dániel Csabával beszélgettünk, hiszen öntől az előbb már átvették az állatokat. Örül ennek a lehetőségnek? Nyilván örülünk, valóban nagyon rég volt ilyen lehetőség, ilyen úgy néz ki megbízható partner, megbízható vásárló, aki a sertéseknek a kisüzemi felvásárlását, ha minden igaz, folytatni fogja. Tehát akkor bízik benne, hogy ez nem egyszeri alkalom lesz. Itt most ön hány sertést adott le? Én 12-t adtam le. Úgy néz ki, hogy az ígéret szerint ez hosszú távú együttműködés lesz. Egyébként itt most Karcagon, hogyha ez a lehetőség nincs, akkor hogyan tudná a háztól, tudná egyesével adni, hogy hogyan tudná eladni? Működik a háztól egyesével is, igaz, én nem szoktam, én a hajdúhúsnak szállítottam be eddig mindig, de jobb piac reményében megpróbáljuk ezt is. Tehát akkor optimista a mai napot illetően. Mit lehet tudni, hogy milyen feltételeket szabott a cég? Hiszen ott voltunk mi is a művelődési központban, amikor megbeszélést tartottak, abból milyen olyan dolgot kellett megvalósítania otthon, hogy átvehetőek legyenek ezek a sertések, vagy egyébként is megfelelt minden kiírásnak? Igazából megfeleltem már eleve a kiírásoknak. A legnagyobb feltétel, amit ők kérnek, a GMO-mentesség.
Én úgy gondolom, hogy kisüzemi körülmények közt is, de akár nagyüzemi körülmények között is ez náluk megvalósítható. De akkor én azt kívánom, hogy még sok hasonló alkalom legyen itt, és el tudja adni a sertéseit. Köszönöm szépen! Örsi Sándor is hozott ki sertéseket. Fontosnak tartja ezt a lehetőséget, hogy éljen ezzel? Hát bízom benne, hogy jó lesz. Tehát valamilyen értékesítési lehetőség kellene, ami stabilan kiszámítható és hosszú távú jövőt biztosítana, úgyhogy szerintem fontos dolog. Tehát valahol el kell kezdeni. Most ez a kezdés, reméljük, hogy jó lesz a folytatás is. Mondta, hogy most csak 2 sertés hozott ki, de egyébként mennyi van? 60 darab van összesen, hát azok még kisebbek, de majd folyamatosan nőnek, és akkor ők is sorra kerülnek. Volt olyan feltétel, amit korábban nem volt meg, és most ehhez az átvételhez kellett igazítani, vagy valamit módosítani? Nem, igazából nem, tehát amíg feltételeket kértek, azok eddig is megvoltak nálunk legalábbis. És akkor eddig hol értékesítettek? Önök is vidékre hordták a sertéseket? Volt, amit vidékre vittünk, volt, amit itt helybe, felvásárlón keresztül, csak hát nyilván nem mindegy, hogy kinél van a haszon, mert ugye a felvásárlónak is meg kell érnie, de így akkor egy lépcső kimaradt, hogyha minden jól megy. És akkor ez azt jelenti, hogy akkor esetleg több ezer forint mehet önöknek pluszban a zsebbe? Hát most ebben nem tudok nyilatkozni, hogy mennyi maradt a felvásárlóknál, de bízunk benne, hogy azért elég jelentős tétel az, ami meg tud maradni, így 1-2 ezer forint is sokat jelent sok létszámnál már. Itt mondta a cég képviselője, hogy 3000 sertés szeretnének évvégéig elvinni, akkor önnek még van otthon, akkor én azt kívánom, hogy akkor itt a hetente vagy, ahogy majd nőnek a hízók, tudja hozni őket, és akkor sikeres legyen ez a felvásárlás. Bízunk benne, hogy így lesz, köszönöm szépen. Ács Gábor, mint fiatal gazda, őstermelő is itt van. Itt vannak mögöttünk az ön a sertései. Örült ennek a lehetőségnek? Hát természetesen örülök neki, mivel valójában szükség van erre a pár, vagy erre a kapcsolatra, mert valójában nekünk volt egy olyan rossz helyzetünk, hogy beelvitték 350 forint ér a hízót, vagy éppenséggel annyit, amennyit mondtak nekünk. Ez ugye 42 forinttal a felvásárlási ár felett ad, plusz a őstermelőknek ezt a 7%-ot, ami jár. Hát idáig legalábbis Tiszaőrsre vittük a hízójainkat, akkor meg éppenséggel ahova el tudtuk súvasztani. Ugye én is, ugye a nagyszüleim is, ők is 90-90 darab sertést nevelünk, emellett a mezőgazdaságot ugye, mezőgazdasági tevékenységeket folytatjuk, csináljuk. Hát. Kellett-e valami olyan dolgot csinálni, vagy itt az előbb hallottuk, hogy az egyik feltétel volt a GMO-mentes takarmányaletetés. Gondolom, hogy ez eddig is így volt önöknél. Persze, hát erre vigyázunk, erre a GMO-mentességre. Ugye mi, mint kisgazdák, ugye nem, mi amúgy sem tudjuk a sertéseknek megvenni azt a kimondott csúcs technológiát, ugye, amit már a mai világban ezt kifejlesztettek. Hát nálunk esetleg nem mondom, hogy nem adunk koncentrátumot a hízónak, de nem nagy arányba adjuk, hanem hogy mit 150 kilóhoz teszünk esetleg 15 kiló koncentrátumot, hogy mégis a sertés jobb ízűen legyen, illetve jobban hízon egy kicsit. Úgy tudom, hogy a takarmány jó részét saját maguk termelik meg. Így van. Vagy hát mi termeljük meg, ugye nagyszüleim saját földön, papáik, ugye én meg legalábbis állami földön gazdálkodok, amit 2012-ben nyertem meg. Hogyan látja, ez most egy jó dolog volt, és akkor ez azt jelenti, hogy a gazdaságuk is föl fog virágozni, tehát hogy újabb sertéseket is beállítanak, vagy ez az a 90 fős létszám, amivel ugye elbírnak? Hát, hogyha ugye lesz lehetőség rám, meg hely is megadatodik, akkor természetesen szeretném fejleszteni az állományt, hogy minél jobban tudjam a gazdaságomat fejleszteni, illetve törekedni arra, hogy minél jobb legyen a helyzetünk, ugye. Akkor ez sok sikert kívánok önnek. Nagyon szépen köszönöm. Az első 50 sertéssel is ment, Domján Sándorral beszélgettünk erről. Először is azt szeretném kérdezni, hogy milyen minőségében segített most ennek a szervezésében, hiszen ősszel, amikor volt a megbeszélés ezzel az áruházlánccal, akkor is ott volt, és segítette a termelők közötti közvetítést. Hát igen, elsősorban mondjuk, mint karcai gazdálkodó, bármilyen furcsa vagy világban önzetlenül is vállal az embernél a segítséget, de már bátran mondhatom, mivel van 20 éves sertéstartó múlt mögöttem, hogy már én akkor is javasoltam a gazdáknak, hogy állítsanak elő jó minőségű, prémium minőségű háztáji sertést, és ezt a sertést értékesítsék. Összefogás, vágóidak, stb. Hiánya ezt hosszú-hosszú, most már évtizedekig nem tette lehetővé.
Mivel a magyar kormány meghirdette a háztáji sertés programot, ennek egy nagyon fontos eleme az egyik vége mellett, ugye, hogy legyen elég tenyészanyag, takarmány, megfelelő tartási körülmények, a másik, hogy legyen erre piac. És hát engem megtisztelt miniszter azzal, hogy az Agrárgazdasági Tanácsának tagja vagyok, és mint ilyen embernek vannak feladatai, ezért sikerült egy 19 Magyarország áruházzal rendelkező multival megállapodni egy háztáji sertés programban, akik korábbi próbavágások alapján tudják, hogy prémium minőségű sertéshez tudnak hozzájutni, ezért ők hajlandók most egy nevezzük kísérleti vagy induló program keretében, Karcag és 40 km-es körzetében egy minimum évi 3000 darabbal elindítani egy ilyen háztáji sertés programot, amely kifejezetten jó a gazdáknak, hiszen megmutathatjuk újra azt a különleges ízvilágot, amit a háztáji sertés tud. Jó a fogyasztóknak, hiszen biztonságos, ellenőrzött körülmények közül kikerülő sertéshúst tudnak megvásárolni ennek az áruházláncnak a pultjain, és hát reméljük, hogy ezt majd egyre nagyobb volumenben tudjuk csinálni. Ugye ennek az első örömtelen eseménye, nincsenek zászlók, meg szép lányok, akármint most a munkáról van szó, tehát az a lényeg, hogy végre az első 50 sertés elindul ennek a programnak a keretében. Nagyon szép számú a jelentkező, egyre gyarapszik, hiszen az emberek nagyon óvatosak, az elmúlt 20 évben nagyon sokszor megégették a szájukat, nagyon sokszor nem kapták meg a sertések ellenértékét, vagy máshol hajították át őket a palánkon, és ugye itt egy nagyon korrekt ajánlatról van szó, hiszen a mindenkori elkategóriás ár plusz 45 forintot kapnak meg a gazdálkodók, tehát ez egy nagyon jelentős plusz pénz, egy plusz prémium. Hát most például, ahogy nézegettem az árakat, ugye ez egy hízonként, mivel itt így végignézve a sertéseken egy olyan 160 kiló átlag biztos lesz, hiszen 140-200 kilóig veszi át ez a cég. Ez egy 10.000 forint plusz jelent egy-egy gazdának hízonként. Természetesen a némi továbbtartással vannak pluszköltségeik is, de vastagon lefedezi ez a plusz árbevétel. Ez talán az első lépés abba, hogy újra sok sertés legyen Magyarországon, hiszen volt 10,5 millió sertés is. Most el lehet polemizálni statisztikai hivatal szerint 3 és 4 millió között, illetve statisztikai hivatal és mások szerint 3 és 4 millió között van a magyarországi sertésállomány. Ennél lényegesen többet tudunk előállítani. És most már köszönhetően megint a magyar kormánynak, köszönhetően a karcagi vidékfejlesztési miniszternek, Dr. Fazekas Sándornak, újra nyitott előttünk az orosz piac, csak legyen mit eladnunk, ehhez termelnünk kell. És hát egy nagyon-nagyon jelentős aláírás is történt most Kínában miniszterelnök úrnak a legutóbbi útja során, bár ezt a liberális média igyekszik elhallgatni. Európában kizárólag Magyarországról lehet engedéllyel Kínába sertés, marha, pulyka, kacsa, liba, broiler hús szállítani. Eddig is ment Európából a hús Hongkongon keresztül, én kimerem mondani, hogy feketén, vagy lehet, hogy Hongkongba évi 100 millió sertést állítottak elő. Tehát ez is lehet, nem kizárt, csak nehezen hihető képekről. Én sem jártam ott, de képekről láttam már ezt a korábbi városállamot, ami ugye az angol felhatóság után egy 99 évig kvázi bérelt terület volt. De ez most már Kína szerves része. Tehát visszatérve, a piac megvan, a gazdáknak a szakmai tudása megvan, az ólak megvannak, a sertéstartó kedv az pedig attól függ, hogy megérje csinálni. Most úgy látom, hogy ezzel a háztáji programmal is megtettük az első lépést annak irányában, érdekében, hogy megéri csinálni, és csak arra tudom biztatni a gazdákat, hogy gondolják át, számolják át és fogjanak hozzá, hiszen ez a vidéki mezőváros is, Karcag és még a környező települések is bizony-bizony ebből nagyon sokat fejlődött ezelőtt 10-20 évvel. Ezt a fejlődést most újra átélhetjük, dolgoznunk kell érte, de megéri. Viszont beszéltünk a cég képviselővel, aki azt mondta, hogy hajlandó kismarcokat is kihelyezni, tehát hogy az ólakat benépszerűsíteni, vagy benépesíteni. Tehát azt hiszem, hogy erről még biztos, hogy fognak többet tárgyalni a gazdákkal is. Természetesen, tehát ennek a multinak én azt mondom, hogy nagyvonalú ajánlatai vannak. Követel is érte, tehát minőséget követel. Szokatlan módon ő megnézi a sertéstartó gazdának a portáját, beminősíti, nem kell semmi extrára gondolni. Szép, tiszta, rendes udvar, jó körülmények az állatnak, legyen jó levegő az állatnak, és jó takarmány legyen az állatnak. Tehát ezt várja el.
Ennek bármelyik karcagi, karcag környéki, magyarországi gazda, aki szereti az állatot és gondozza az állatot, meg tud felelni. Igen, van olyan az ajánlatukban, hogy a program fejlődésével, akár hízó alapanyaggal, tehát nem is annyira kismalacsal, de süldővel, 25 kilós süldővel el tudja látni azokat a termelőket, akik erre vállalkozni kívánnak, sőt a takarmányfinanszírozásba is befolyik. Tehát ez nagyon pozitív, ezt még eddig nem kérte egyik termelő sem, de kérheti. Tehát van rá jogosultsága, és ismerve a termelőkkel közösen megbeszélt és kialakított szerződéstervezetet, én azt mondom, hogy a termelő van védve. Tehát a multi ebben a szerződésben nem igazán védte be magát, tehát bízik bennünk. Márpedig, ha valaki ilyen szinten bízik bennünk, akkor ezt a bizalmat érdemes megszolgálni. Aki ennyire bízik bennünk, abban szerintem mi is megbízhatunk. Akkor reméljük, hogy évvégén beszámolhatunk arról, hogy a 3000 sertés karcagról és környékéről sikerült ebben az évben elvinni. Sok-sok szervező munkát és kitartást kívánunk Önöknek ehhez, hiszen azért nem lesz az egyszerű feladat. Köszönjük szépen, és nagyon remélem, sőt, az én reményeim azért még ennél vérmesebbek. Én úgy gondolom, ahogy tényleg megjelenik ez a hús a pultokon, ahogy ebből megveszik az emberek az elsőt, és megcsinálják belőle az ételt, és érzik, hogy hú, ez tényleg egy nagyon finom sertéshús, nem 3000 lesz ez, hanem több. Így legyen. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.